inkább előre. Inkább előre, hogy volt ez. Így. Jó? Igen. Nincs különbség a könyvem és az életem közt. Azért nem, mert az egész könyv úgy jött létre, hogy azt nem terveztem, hogy ebből könyv legyen, hanem én csak le akartam írni azokat az élményeket, amiket én gyerekkoromban átértem. És persze nem csak csoda és szép dolgok voltak, hanem nagyon kellemetlen dolgok, de azt is vissza akartam vanni, azt is közölni akartam az emberekkel, megosztani. Fejlődtek bennem a gondolatok, és vice versa, oda-vissza. És aztán itt jön bele az, hogy az életemben olyan szükségét éreztem az írásnak, mint a levegőnek. Az érdekes módon a zenélésnek nem annyira. Ez a Zelemérhez tartozó birtok, amit a nagyapám Baltazar Dezső építetett. A családnak ez volt a paradicsom, ahova minden nyáron ellátogattunk. És ez tényleg, amikor ide visszajövök, mindig azt érzem, hogy átmentem egy másik dimenzióba, ahova szeretnék menni, hogyha nem sokára nem itt leszek ezen a földön. Egy gyermeki hit van benne a tisztességben, illetve őneki van egy nagyon érdekes, sajátos és nagyon fontos megállapítása, amit ő gyakorol és alkalmaz az életbe, hogy az embereket nem a szerint ítéli meg, hogy az ő számára előnyös, nem előnyös, kellemetlen, kellemes, amit cselekednek, mondanak, ahogy viselkednek, hanem egyszerűen leszűri magába, hogy ez az illető ott tart azon a fokon. És hát ő maga egy nagyon-nagyon magas fokra került, az gondolom filozófiai és pszichológiai és egyéb tanulmányokat is folytathatott ő, mert nagyon magas fokon áll az embersége is, és a hite is az emberi jóságba, tisztességbe, ami léptennyomon csalódást is okoz, de eznek nem keserűséggel töltik el, hanem egy kis rezignációval megállapítja, hogy hát ez az illető sajnos még itt tart. Nem kifejezetten az a művész típus, akit csak a pozitív dolgok visznek előre. Ő szereti megélni mindennek a tetejét és a legalját is. És ezek azok a momentumok, amikor eljut a tetejére, és aztán lezuhan a mélybe, és aztán újra föl tud emelkedni, mint egy főnix madár. Tehát én, mint művésztársa, mint kollégája, mint barátja, mint fogadott fia, azt tudom mondani, hogy ezek a hatások érjék még őt nagyon sokáig, mert ezek, amik az ő életerejét adják, ezek, amiből ő táplálkozik, ezek az energiák, amelyek őt a világ felé olyan színben tudják mutatni, abban az érző embernek az igazi világába tudunk belesni. Ezáltal, aki tényleg példaképe lehet mindenkinek. Ki vagyok én? Olyan társutazó, aki egy kicsit most már kezdi meglátni, hogy mi a világban a rend, miről van szó ebben a mindenségben. Aki egy kicsit bepillantott oda, hogy hova megyünk. És ezáltal több lehetőségem van arra, hogy megtaláljam magamba a boldogságot.